A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Isten, nagy szeretet.
meg Isten igéjét a 8. Zsoltárból. Megkérem Fodor Erika gyülekezeti tagunkat, hogy ő olvassa fel a 8. Zsoltárt. A karmesternek a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a hosszú állót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent a lába alá vetettél. A juhokat és marhákat mind, a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved, a kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy a Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldó gyümölcsöt teremjünk egyedül az Isten dicsőségére. Most fennállva a közös imádsággal valljuk meg a mi bűneinket és hitünket. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözölt lelkek társaságában trónosod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük el a 25. Zsoltárunkat, hogy az énekeskönyvről, és esetleg ahol nincsen énekeskönyv, ki van nyomtatva a papírlapra is ez az ének, a 25. Zsoltárnak az első, illetve a második szakaszát énekeljük el. A 25. énekünk így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benne bízom, Uram. Thank you.
amelyet felolvasok Mózes első könyvének a második fejezetéből, Mózes első könyve második részének a 15. verséből. Fennállva hallgassuk meg Isten igényét. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Foglaljunk helyet. Tudom, hogy a mai vasárnap egy nagyon különleges vasárnap, ezt érzi a gyomrom is. Tudom, hogy ünnepi istentiszteleten vagyunk jelen most mindannyian, de remélem, hogy egy kis humort megengedhetünk magunknak, még én is itt a szószéken. Hallották-e valaha azt a nagyon komoly figyelmeztetést, sose védj semmit, aminek nyele van, azzal valószínűleg dolgozni kell. Valahol azt olvastam a munkával kapcsolatban, valaki így fogalmazott, szeretem a munkát, ó, úgy szeretem a munkát, elnézném reggeltől estig, csak hát ne kelljen csinálni is. Máshol azt olvastam a munkával kapcsolatban, az, hogy több embert öl meg az idegesség, mint a munka, azért van, mert több az ideges, mint a dolgozó ember. És hadd osszam meg utoljára a kedvenc idézetemet. Az igaz, hogy a kemény munka még soha senkit nem ölt meg, de minek kockáztasson az ember? Igen, viccesek ezek a munkával kapcsolatos mondatok és idézetek, de nagy kérdés az, hogy vajon a Biblia hasonlót tanít, akár az emberi munkával kapcsolatban? Hogy az valamiféle rossz dolog lenne, amit jó messziről érdemes elkerülni. Milyen érdekes, hogy már a legelső lapokon a Szentírásban olvasunk a munkáról. És számomra mindenképpen az az érdekes, hogy a Biblia legelső lapjain nem az ember dolgozott, hanem arról olvasunk, hogy az Isten végzett munkát. Ha nem is szó szerint 6 napon át, de végzett munkát, és szerintem Isten egy nagyon jó munkát végezhetett, amikor megteremtette a világunkat. És utána azt olvassuk a következő lapokon, hogy amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor külön kiválasztott egy területet, az Éden területének egy kertjét, és abba elhelyezte a szintén általa megteremtett embert, a legelső embert. És nem így van leírva, de hadd fogalmazzak így, hogy Isten akkor azt mondta, Ádám, itt van ez a föld, tessék, a tiéd. És utána elhangzik 2 szó, műveljed és őrizzed. Azért helyezte el Isten az első embert az Éden egyik kertjébe, hogy azt műveljem, illetve őrizzem. De mit jelent az, hogy művelni? Igazából az itt szereplő bibliai kifejezést úgy is lehetne fordítani, hogy dolgozz benne. Tudom, ez a csúnyábbik része, csúnyábbik értelme ennek a kifejezésnek. Van egy másik fordítási lehetőség, hogy öltöztesd fel. De szerintem ez inkább ilyen asszonyos értelem, hogy csinosítsd ki. A zsidó fogalom ezt is jelenti, hogy öltöztesd fel azt, amit kaptál, szépítsed, így műveljed. Dolgozz benne. Bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra, hát Isten nem egy tökéletes Isten. Isten nem egy tökéletes világot teremtett. Isten nem egy tökéletes helyet adott az első embernek. Mit jelent az, hogy dolgozni kell benne? Én inkább úgy fogalmaznék, hogy Isten nem egy befejezett, és nem egy kész helyet ajándékozott az embernek. Már engedjen meg a kedves ünneplő gyülekezet, hogy hétköznapiasabban fogalmazzam meg ezt. Isten nem azt mondta Ádámnak, hogy tessék, itt van, mindent odaadok neked,
van mit egyél, van segítőtársad, egy gyönyörű feleség, legyetek boldogok, lúgasd a lábad egész nap. Isten nem ilyen tett. Isten nem egy kész világot adott az embernek, hanem Isten egy olyan gyönyörű világot adott a legelső embernek, amelyben lehetőségek vannak, amelyben feladatok vannak, amelyben küldetések vannak. Az általa kigondolt világban, az Isten által megteremtett világban a munka is lehetőség, feladat, küldetés. Az, amikor benne van a fejlődés is. A munka fejlődés, illetve fejlesztés. Olyan, mintha az első embernek Isten egy ilyen parancsot adott volna, hogy tessék, itt van ez a gyönyörű terület, kezd valamit vele. Hát tegyem fel most az ige magyarázat során azt a kérdést, hogy van-e ma fejlődés? Van-e ma fejlődés a mezőgazdaságban? Van-e ma fejlődés az állattartásban? Van-e ma fejlesztés, illetve fejlődés az iskolai, az egyházi területeken, a vállalkozói területeken, és még sorolhatnám? Az én generációm, mivel még mindig látható módon fiatal vagyok, az én generációm csak úgy mesélésből hallotta például, hogy régen milyen volt a mezőgazdaság, hogy milyen volt, mennyire fontos volt a kétkezi munka, mert akkor még nem voltak ilyen hatalmas méretű gépek. Csak mesélésből hallottam, hogy különösen a mezőségi gyülekezetekben, a mezőségi falvakban szokás volt az, hogy amikor szólt reggel a harang, megkondították, hát nem automatizált harangokról van szó, hanem kézzel húzott harangokról van szó. Amikor reggel megkondították a harangokat, mezőségi ember elindult kapával a vállán, utána nekitámasztotta a templom falának, eljött az imádkozásra, és imádság után indult el a mezőre, vagy a határba dolgozni. Vagy ugye azt is mesélésből tudom, sajnos nem láttam ilyent, hogy kalákát szerveztek azért, hogy arassanak például. Igen, mennyire más volt régen. De hát azóta eltelt egy kicsi idő. És ugye ott van még mindig a kérdés, hogy hiába telt el az idő, vagy van-e fejlődés? Hát most az az igazság, hogy én nem értek az ilyesmihez, de ez a példa jutott az eszembe, miközben kerestem a feleletet a kérdésre, hogy hát, ha ma ilyen általam így nevezett mini helikopterekkel, azaz drónokkal is lehet permetezni, nem tudom hány hektár területen. Ha például egy állatfarmon mobiltelefonos applikációval is lehet irányítani egy traktort, tehát nem kell külön elvezetni, külön embert megfizetni ezért, hát igen, akkor egyértelmű, hogy van fejlődés. És tényleg hihetetlenül nagy lett, óriási lett az emberi tudás és az emberi tudomány. És a munkát mindig így érdemes végezni, hogy abban legyen előre haladás, legyen fejlődés. Senkit nem akarok megbántani most pont a prédikáció által, de úgy sohasem érdemes dolgozni, és azért nem igazán érdemes akár még felkelni, nekifogni egy feladatnak, hogy hát a szüleim is ezt csinálták, a nagyszüleim is ezt csinálták, az ők szüleim is ezt csinálták, ebbe beleszülettünk, ebbe bele nevelődtünk, már igazából nem látjuk az értelmét, de csináljuk. Egészen előre haladt a világ, de mi mindig így egyszerű módon csináljuk, mert hát csak ennyit láttunk, ennyit tudunk, ez a szokás, ebbe nevelődtünk. Így ma már nem érdemes dolgozni. Ma már szerintem úgy érdemes elvégezni a feladatainkat, nekilátni egy-egy nehezebb vagy könnyebb munkának, hogy közben akarunk fejlődni, hogy akarunk tanulni, vágyunk arra, hogy még többet tapasztaljunk, és még többet lássunk, míg a tudományosság szempontjából is. Úgy érdemes nekifogni egy munkának, hogy tényleg azt akarjuk, hogy még jobb legyen ettől az életünk, hogy még jobb legyen a körülöttünk levő világ, hogy ne csak okosabbak, bölcsebbek legyünk, hanem haladjon az életünk előre, legyen minőségébb, tartalmasabb az életünk. És olyan jó, amikor megvan ez az akarás, olyan jó, amikor megvan ez a fajta lelkesedés és lendület. De nem szabadna elfelejteni azt, ami a felolvasott igevers második fontos szava.
őrizd, őrizzel. Ugye Isten, azt olvastuk az igében, azt hallhattuk az igében, amikor elhelyezte az embert az Éden kertjébe, ezt is mondta, hogy őriznie kell azt, vigyáznia kell arra. Vagyis ezt mond mai nyelvre így lehetne lefordítani, hogy addig kell elmenni a munkánkban, addig kell elmenni a fejlődésben és a fejlesztésben, amíg nem okozunk kárt. Mikor olvasunk először a Bibliában például a fájdalomról? Mikor olvasunk először a fáradtságról, a tövisről, az eredménytelenségről, a sikertelenségről? Pont akkor, és hogyha mi esetleg nem is vagyunk annyira bibliaolvasó emberek, de ismerjük a történetet, hogy amikor az ember átlépte a határait rossz módon, mert nem is ezzel van baj, hogy az ember próbálkozik, hogy átlépjen bizonyos korlátokat, egészséges határokat, hanem inkább azzal van a baj, hogy Isten adott neki egy határt. És az az ember meg úgy érezte, hogy ő Isten akar lenni. Hogy ne az Isten legyen a főnöke, a parancsolója, hanem ő maga egyenlővé váljon az Istennel, az őt megteremtő, a neki életet adó Istennel. Egyenlővé akart válni. És akkor hangzik el sajnos az a nagyon elszomorító mondat, hogy fáradtsággal szerezd meg a te kenyeredet, ugye? Fáradtsággal élj belőle egész életedben, legyen a föld átkozott miattad, tövést és bogáncsot hajt neked, arcod verejtékével eszed a kenyeret. Nem mindig van ez, és az a krisztusi kegyelem, hanem van áldás is, van siker is, de hányszor tapasztaljuk azt, hogy amikor az ember át akarja lépni az Isten által megszabott határokat, akkor a természet ellen megy, akkor a világ ellen megy, akkor a környezete ellen megy. És hadd mondjuk ki, amire nagyon sokszor nem gondol a mindentudónak, magát mindentudónak képzelő ember, hogy a saját élete ellen megy, a saját élet tere ellen megy, és saját magának okoz kárt az ember. Az ige magyarázat végéhez tettem egy kérdést, hogy mivel kezdődik a felolvasott ige vers, hogy Isten adott egy földet az embernek, a munkát, az életet, a világunkat mi nem szereztük, hanem mi megkaptuk. És hogyha ezt mindig megpróbáljuk észben tartani teremtményként, mert sohasem nem lehetünk mi teremtők, és főleg nem Istenek, ha így fejlesztjük, és így megőrizzük, megvédjük mindazt, amit kaptunk a mindenható Atyától, akkor hiszem, hogy az életünk, a világunk, és még ráadásul a munkánk is, igen, jelenthet örömöt, jelenthet sikert, jelenthet értéket, amelyen az Isten áldása van. Amen. Most fennállva imádkozzunk. Teremtő, megváltó és megszentelő Urunk, édesatyánk a Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel állunk meg most előtted, ma, amikor egészen különleges ünneplésben lehet részünk. Hiszük, Atyánk, hogy Te kísértél el eddig az ünnepig, és szeretnének megköszönni ezt neked. Köszönjük, Urunk, az elmúlt napok áldásait és örömeit, a fáradtságok és az izgalmak mellett is. Köszönjük, hogy Te segítettél gyülekezetként és közösségként valóban együtt hangolódni és együtt készülődni a mai napra. De a leginkább azt szeretném most megköszönni, Istenünk, hogy ünneplésünket a Te szavaddal kezdhettük el. Bárcsak valóban meg tudnánk szívlelni mindazt, amire figyelmeztettél. Eddig talán sokszor úgy gondoltuk, hogy a munka kerülendő rossz, hogy a munka a fáradtságról szól inkább, hogy értelmetlen és értéktelen. De köszönjük, Urunk, hogy Te felráztál és felrázol, és próbálod megértetni velünk, hogy a világ, az életünk akkor tud szépülni, ha benne munka van, ha szorgalom van és odaszánás. Könyörgünk, Istenünk, hogy Te lelkesíts,
amikor úgy ellankadnánk és feladnánk nagyon sok mindent, amikor talán még a munkánknak sem látjuk az értelmét. Te légy, Atyánk, ott a terveinkben. Te légy velünk, amikor bölcsességre van szükségünk. Te légy ott, Istenünk, amikor nem szerinted való módon akarunk határokat átlépni. Hadd imádkozzunk most külön az Istvánházi gazdakörért, annak vezetőjéért és minden egyes tagért, hogy munkájukon valóban a Te áldásod legyen, hogy ne egyedül harcolják meg a mindennapjaikat, hanem összefogással tudjanak munkálkodni a saját életük és a közösségük javára. A Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg minket, áld meg az egész napunkat, áld meg az ünnepésünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm az Istvánházi gazdakör 20. évfordulóján mindazokat, akik erre szánták az egész napukat. Legalábbis remélem, hogy ilyen tervekkel érkeztek meg Istvánházára. Köszönöm mindazt a sok fáradtságot is, amit vállaltak a szervezők, és külön köszöntöm a kedves vendégeinket, akik esetleg nem ismernének, vagy akikkel esetleg még nem találkoztam eddig, nagyon röviden bemutatkoznék. Tamás Nagy Emese vagyok, marosvásárhelyi születésű, már 8 éve vagyok az Istvánházi Református Gyülekezet lelkipásztora. A kedves férjem Tamás Nagy Levente székelyudvarhelyi származású, és többek közt kántori szolgálatot végez a gyülekezetünkben. Most kicsit megkülönböztetett szeretettel köszönteném nagy tiszteletű esperes urat, a Marosi Református Egyházmegye esperesét, nagy tiszteletű Círmai Csaba Leventét. Köszönöm, hogy eljött, hogy részt vesz az Isten tiszteleten, az ünnepségünkön. Most szeretném ide hívni a mikrofonhoz, hogy néhány szóban köszöntse az ünneplő gyülekezetet. Nagy szeretettel köszöntöm már így mindazokat, akik jelen vannak ezen a szép ünnepen, és magam is hálát adok és köszönetet mondok azért, hogy itt lehetek közöttetek, és veletek együtt ünnepelhetek. 20 éves története van az Istvánházi gazdakörnek, és úgy gondoltátok, testvéreim, hogy ennek most hangot adtok, és megünneplitek ezt az eseményt. 20 esztendő. Nagyon könnyű elkezdeni valamit. Nagyon könnyű megvalósítani dolgokat, viszont tudjuk azt,
hogy fenntartásához, megőrzéséhez nagyon sok erő, nagyon sok kitartás, hűség szükséges. És amikor ma a gazdakörnek a 20 éves évfordulóján itt együtt vagyunk az Isten házában, akkor ez arról árulkodik, hogy itt voltak ilyen hűséges elöljárói, tagjai, munkás emberei ennek a gazdakörnek, akik ezt komolyan gondolták, fenntartották és előre vitték, és ezért adunk hálát, hogy nem csak valamikor egy kezdeti lelkesedéssel megalakult valami ebben a közösségben, hanem ime ennek már múltja van, és történelme van. És arról is tudomást szereztem, noha még nem láttuk, de tudom, hogy zászló avatásra is sor kerül ezen a mai napon. És amikor zászlót avat egy ilyen közösség, amelyiknek már múltja van, akkor ez nagyon-nagyon nagy üzenete van a jövő felé. Az az üzenet, hogy amikor rátekintetek erre a zászlóra, akkor eszetekbe jut, amire emlékeztetett ma mindnyájunkat az Úristen az ő igéjén keresztül, hogy munkálkodjunk és őrizzük mindazt, amit ő nekünk ajándékozott. Igen, a zászló egy jelkép. És a jelkép az mindig emlékeztet bennünket valamire. Nagyon sok ilyen jelképünk van nekünk. Hadd említsem csupán csak az úrvacsora kenyerét és az úrvacsora borát. Amikor látjuk, amikor magunkhoz vesszük, akkor az az áldozat jut eszünkbe, amelyet Isten fia, Jézus Krisztus érettünk vállalt. Amikor látni fogjátok a zászlót, ennek az egyesületnek a zászlaját, akkor jusson eszetekbe az, amit Isten reján bízott az ő gyermekeire. Nekünk munkálkodni kell, életünk minden területén feladataink vannak, kihívásaink vannak, küldetésünk van, és nekünk az a küldetésünk, hogy meg is őrizzük mindazt, amit elvégzünk, mindazt, amit teszünk. Hadd hozzam ide, testvéreim, a tegnapi napról, amit említett a nagytiszteltő asszony, egy üzenetnek a parafrázisát. Ezt az üzenetet anyaországunk köztársasági elnöke mondta el a tegnapi napon, az egység napján, és ennek a parafrázisát hozom most ide közétek. Azért vagyunk itt együtt, mert a munka nem ereszt, és mi sem eresztjük a munkát. Nem így hangzott el, de most így közelítve ehhez a mai eseményhez, ezt szeretném a szívetekre helyezni. A munka a miénk. A munka végzésében van valaki, aki mindig mellettünk áll, és mindig megáldja az életünket, megáldja a munkánkat. És ez a harmadik része talán ennek a köszöntésnek, amit el szeretnék mondani, hogy az, hogy itt vagyunk az Isten házában, hogy itt ünnepel a gyülekezet, és itt ünnepel a gazdakör, az arról árulkodik, hogy mi Istentől várjuk mindig az áldást. Van egy ilyen mondás is, hogy emberé a munka, és Istené az áldás. De tudjátok, az a szép ebben, noha egymástól jól megkülönböztethető két dologról van szó, de mégis az a gyönyörűséges, az a szép ebben, hogy Isten nem tartja meg magának az áldást, hanem nekünk adja. És a munka örömét is nekünk adja, és nekünk adja mindazt, ami szükséges ehhez a munkához, az az erő, az a kitartás, az a hit és reménység, amellyel megállhatunk minden időben. És nem csak a mi munkánkra támaszkodhatunk, hanem bízhatunk az ő áldásában is. És ehhez az kell, testvéreim, hogy a miénk legyen az áldás. Ehhez elsősorban az kell és az szükséges, hogy az övé legyen a dicsőség. Amikor munkánkat végezzük,
kint a határban, vagy íróasztal mellett, vagy bárhol, ahova elhívott bennünket az Úristen, akkor erre kell nagyon-nagyon odafigyeljünk mi, hogy ne a magunk dicsőségét akarjuk szolgálni, hanem egyedül az Isten dicsőségét. Ne akarjuk a mi munkánkkal, a mi ügyességünkkel, arra valóságunkkal és sok minden mással, amit felszoktunk sorolni, ne akarjuk eltakarni az Isten dicsőségét, hanem engedjük, hogy az ott legyen, jelen legyen az életünkben. És erről árulkodik az, hogy ma itt vagyunk az Isten házában, és tudjuk azt, hogy mi az ő szeretete, az ő áldása nélkül hiába kelnénk korán, és hiába feküdnénk későn, mert semmi áldása, semmi eredménye nem lenne a mi fáradozásunknak. Adja mindenható Isten, hogy ezt így tudjátok gondolni a továbbiakban is, és így tudjátok elkérni az Isten segítségét, az Isten áldását minden egyes munkátokban. Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy együtt ünnepelhetek veletek. Jó Isten áldjon meg mindnyájatokat. Most nem biztos, hogy a kedves vendégek, illetve gyülekezeti tagok úgy megszámolgatták erre felé jövet, de 20 szegfő van a kidíszített templomkapun, és a 20, hát piros-fehér-zöld fenyőre feltéve a szegfők hirdetik az Istvánházi gazdakör a 20. évfordulóját ünnepli ma. Igaz, hogy ez nem egy egyházi ünnepség, mégis a gazdakör elnöke Fülöp Zoltán, aki ugyanakkor a református gyülekezetnek a gondnoka, Fülöp Zoltán úr úgy gondolta, hogy nagyon fontos lenne a mai napunkat egy Isten tisztelettel elkezdeni. És ennek én szívből örülök, bár mindig az izgalom is ott van ugye ilyenkor, hogy akkor nagyon-nagyon rá kell készülni magára az Isten tiszteleti alkalomra is. Én nagyon örülök, hogy ilyen gondnoka van a gyülekezetnek, és ilyen elnöke van a gazdakörnek. Úgy gondolom, hogy ő számtalanszor megtapasztalta már, hogy ha valóban Isten nem kegyelmes hozzánk, hanem adja az áldást a munkánkra, akkor sajnos, hogy nagyon sokszor hiába való a mi erőlködésünk, és a munka talán ilyenkor válik egy kerülendő rosszá. Én szeretettel köszönöm meg a gondnok úrnak, hogy fontosnak tartotta az Isten tiszteletet, ezt a keretet a mai napra nézve. Most őt kérném fel, mivel hát ő a leghozzáértőbb ilyen szempontból, hogy kicsit meséljen nekünk az Istvánházi gazdakörről, annak múltjáról, illetve jeleméről. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Röviden szeretném bemutatni az Istvánházi gazdakör tevékenységét. Ezelőtt 20 esztendővel indultunk, pont május 22-én. Itt adtak be a törvényszéken, ezért vagyunk hivatalosan is. Azért próbáltunk egybehozni ezt az ünnepet, hogy pont a mai nap 16 személlyel indultunk, később bővült 62 személyre. Legnagyobbik tevékenysége 2002 és 2006 között volt, amikor minden gazda a támogatást, a román állami támogatást ezen a gazdakörön keresztül kapta. 2007-ben megengedték minden gazdának, hogy külön kérheti, gondoltuk, hogy a mi szerepünk itt lejárt. Akkor ennyi ennek a gazdakörnek. Sikerült 2007-ben az önkormányzattól 38 hektárt kibérelni, és 15 éven keresztül ezzel gazdálkodunk. Úgy, hogy megpróbálunk nem csak azoknak a gazdáknak, akiknek állatja van már, azok fedik le a legelőt, hanem próbálunk olyan mezőgazdasági gépeket szerezni és vásárolni, hogy azok a gazdák is tudják használni, akiknek nincs állatjuk, és nem élvezhetik a legelőt. Gondolom, hogy helyesen cselekszünk, gondolom, hogy olyan gazdakőri elnöke vagyok ezeknek a gazdáknak, és köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik támogatnak, és könnyű elnöknek lenni, hogy ilyen gazda társak vannak a háttérben. Reméljük, hogy 30 éves ünnepünket is meg tudjuk tartani, lehet, hogy a 40 éves is, aki megért,
aki megéri. Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményei jó volt. Ugye a templom is 140 éve ezelőtt épült, és mindig fönnáll. Én gondolom, hogy 100 év múlva is lehet büszkék az unokáink, hogy ez a gazdakör elindult, és még mindig lábon tud állni. Köszönjük szépen mindenkinek. Most a zászló kibontása következik, mert gondolom, hogy mindenki már nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy is nézhet ki egy gazdakörnek a zászlója. Egy általam megfogalmazott áldás fog elhangzani. Most arra kérem a kedves gyülekezetet, hogy tessenek felállni. Legyen ez zászló emlékeztető, legyen ez zászló emlékeztető arra, hogy az Isten által megteremtett világ elég arra, hogy abban jól éljünk. Legyen ez zászló emlékeztető arra, hogy a munka érték, amelyet meg lehet és meg kell becsülni. Legyen ez zászló emlékeztető arra, hogy a munka nem csak egy érték, hanem nem szégyelni való. Legyen ez zászló emlékeztető arra, hogy az Isten áldása nélkül hiába való az emberi fáradozás, de vele együtt van öröm, van siker, van eredmény. Ez a krisztusi kegyelem legyen ez zászló hordozójában, legyen ez zászló emlékeztető az ő számára is. Legyen az krisztusi kegyelem az Istvánházi gazdakörrel, az Istvánházi gazdakör elnökével és annak minden egyes tagjával. Úgy legyen. Amen. Most felkérem a tanítónőnket, Barta Évát, hogy röviden mutassa be, miért is választottuk olyannak ezt a zászlót, ahogyan látható a mai formájában. Egy zászló eredeti rendeltetése katonai volt. Harcoló csapatok azonosítására és vezénylésére használták. Egy zászló szimbólum, jelkép. Fontos a színe és fontos az, ami címerként, képként rajta van. Jelzi, hogy mi az érték mindazok számára, akiket a zászló képvisel. Az Istenházi gazdakör zászló színe egyértelműen zöld. A kizöldülő természetet jelzi, hogy indulhatnak a gazdák, megújult erővel lehet nekifogni a munkának. A zöld szín egyben a reménység színe is. Csak az indul elvetni, aki bizakodik, reménykedik a jó aratásban. Csak az indul el gondozni állatait, aki reméli, hogy munkája megtérül. A zászló közepén található címer összefogja az eget és a földet, amely kettő találkozásánál húzódik meg Istvánháza a Malozsa-patak völgyében. Egy egyszerű, nagy többségben magyar ajkú falu, amelyben nem lehet eltévedni. Lakói egyszerű, érdeklődő emberek, akik igyekeznek mindig többet és többet megtudni a világban zajló eseményekről. Szeretnek tájékozódni, fejlődni. A kétkezi munkát sem tartják szégyennek. Nem elégednek meg a kevéssel. Tipikusan jó erdélyi vendégfogadó emberek. Ha valaki eljön hozzájuk látogatóba, biztos, hogy nem megy el éhes gyomorral. Sőt, saját termelésű borral, pálinkával is megkóstoltatják a kedves vendégeket. A címer két részből áll. Az alsó részen a barna háttér a földet jelzi, amelyen láthatjuk mindazt, amit az istvánházi gazdember remél a földtől. Gyönyörű aranyszínű kalászokat, ízletes gyümölcsöket és dínyertes borokat. Istvánháza földjein nagy százalékban buzatermesztés van, de helyet kap a kukorica, az árpa, a len, a cukorrépa,
és a napraforgó is. A szőlőtermesztés még mindig fontos része az Istvánház ember életének. A vidékünkre inkább a fehér szőlő termesztése a jellemzőbb. Hadd büszkékedjünk azzal, hogy van arany és ezüstérmes borunk. Rózsbort nem érdemes inni. A címer felső részén látható a református templomunk, a körmönfont csinos falucskának, ahogy egykor Orbán Balázs a Székelyföld leírása című konysorozatával becézte a falut, egyetlen temploma van a református. A település egy korábbi temploma, amely a maival azonos helyen állhatott, valószínű 1634-ben épült. A legelső templom feltételezhetően katolikus lehetett. A reformáció idején a katolikus falu a templomával együtt református lett. 1881 és 1883 között épült a falu ma látható és azóta többszörösen felújított temploma, amelyben a szószék koronát egy lelkipásztor faragta, szintén egy lelkipásztor készítette a faragott kaput. A falu lakossága körülbelül 90%-a tartozik a gyülekezethez. Mindegy 170 lélek, ebből 24 gyermek, óvodások, kisiskolások, iskolások, középiskolások. Az istvánházi gazdakör zászlója tehát a munkát és a hitet együtt mutatja fel értéknek, és hirdeti, Isten nem tétlenségre teremtett, de nélküle, a belévetett hit nélkül nincs áldás az elvégzett munkán. Hadd legyen ez igaz mindig. Hadd legyen igaz ránk, mit Reményik Sándor írt a Zászló Szentelés című versében. Míg zimankos idő jár, és körül-körül felleges az ég, alatta dolgozik s imádkozik, s dalul, dalul egy zászlóalnyi nép. Kutas Kálmán, hála ének! Köszönök, Ura, minden új reggelt, s köszönök minden új napot, s minden gondot, mit szeretettel a bölcsességed rám rakott. Köszönök minden jó barátot, a minden embert köszönök. Ellenségemnek megbocsájtok, szeretek és nem gyűlölök. Köszönöm néked a mindennapi munkám, a mindennapi kenyerem. Lelki derüm a fényt, mi rám húss a dalt, mely bennem megterem. S hogy országodnak nincs határa, s abban élni szent öröm. Köszönöm neked mindezt, hála, hála, ó, köszönöm, ó, köszönöm. Mi is köszönjük. Neved, Uram, milyen csodás, téged illet minden áldás. Dicséretem csak dadogás, gyerekszavú magasztalás. Nézem a világot tiéd, alkotásod minden szépség. Nézem a csillagos eget, tűnődöm rajta eleget. Mi az ember színed előtt, rátekintesz, figyeled őt, gondot viselsz mindenkire, orrszemnyi kis életünkre. Felemeltél, felkaroltál, dicsőséggel koronáztál, minden érő rehám bíztál, kezünkbe hatalmat adtál. Neved, Uram, milyen csodás,
Téged illet minden áldás, Atya, Fiú és Szentlélek, áldjon minden teremtményed. Atya, Fiú és Szentlélek, áldjon minden teremtményed. Köszönjük te néked, Istenünk, hogy élünk, hogy annyi vész után te vagy menedékünk. Nem is lehet nagyobb boldogságunk nekünk, mint hogy velünk járva vigyázod életünk. Milyen nagy kegyelem, hogy ilyen jó vagy hozzánk, hogy a baj idején felénk fordul orcád. Megadod áldásod a napi kenyerünkre, megáldod a munkás, kérgeskét tenyerünk. Megáldod a vetést, hogy nőjön kalászba, benned veti hitét az özvegy és árva. Benned hisz a szegény, megalázva magát, neked ragyogtatja az ég sok csillagát. Boldogan mondjuk el, és dicsérünk téged, nyugodt az életünk, lelked megbékéltet. Miért is csüggednénk, inkább hálát adunk, hisz véled a rossztól, csak megszabadulunk. Nem jöhet oly veszély, hogy ne segíts rajtunk, ne is maradjon hát soha néma ajkunk. Hirdessük szerteszét, csodás szent reménység, hogy benned hiszünk, eloszlik a kétség. Csak a hit marad meg, s a szeretet éltet, mely nélkül soha nem láthatunk meg téged. Köszönjük, ó Urunk, hogy reán gondolva eljuttatsz egykor dicső országodba. Felfelti boldogok, akik hisztek benne, ne legyen köztünk, ki hálás ne lenne, mert irgalma örök, megtartása csodás, zengjünk mindány annyian ma a háló himnuszát. Egy csokor virággal szeretnék megköszönni a tiszteletes asszony fáradtságát, ugye? A tiszteletes asszonynak is kiárt ez az utolsó két hét. Fogadja a szeretettel. Most kérem a gyülekezetet, hogy fennállva közösen énekeljük el a nemzeti imánkat. Végezetül a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.